Éves közgyűlést szervezett a Hieroteosz Egyesület Máriapócson. A szervezet alapvető célja a görögkatolikus közösség megerősítése és megtartása, valamint rendezvények támogatása és szervezése. A tagok 9 éve végzik munkájukat, nem csak egyházi kereteken belül, az ifjúság, a civil szféra, a kulturális örökség megóvás és az önkéntesség mind fontos helyet kap a Hieroteosz életében. A görögkatolikus egyesület tartalmas évet zárt 2018-ban. Két dolgot emelnék ki. Az egyik a külhoni civil információs centrumoknak a munkája, hiszen azt gondolom, hogy az életet továbbadni, egy tevékenységet továbbvinni és kiterjeszteni, az mindig egy pozitív dolog, és ebben a Hieroteosz Egyesület élen járt, hiszen most már 10 irodát működtetünk határon túl. Ez az egyik. A másik a Szent László program, a Szent László örökségút. Most már 49 települést kapcsoltunk be ebbe az útvonalba, és Szent László, aki a megye alapításához, a megyéhez, Szabolcshoz, a szabolcsi zsinattal nagyon sokkal kapcsolódik. Azt gondolom, hogy az ő emlékének az ápolása egyszerre Szabolcs megyei egyesületként feladatunk, és egyszerre keresztény civil szervezetként feladatunk, tehát én ezt a két dolgot emelném ki. A rendezvényen 10 külhoni civil információs centrum vezetője kapott 2019-es megbízólevelet. Ezek feladatai az adott térség magyar civil szervezeteinek összefogása, rendezvények és programok szervezése, az anyaországi és a külhoni civil szervezetek közötti együttműködés erősítése. A kereszténység fontos az identitás megőrzésében, közölte az egyesület elnöke, az éves közgyűlés is ezt a mottót kapta. Sokat hallunk most sajnos ugye az elmúlt években a keresztény üldözésről Szíriában és környékén. Én azt gondolom, hasonló pusztító veszély van Európában és itt Kárpát-medencében is. Hála Istennek itt nem feltétlenül fegyverekkel és települések felszámolásával, hanem az identitást adandó vagy adó, adni akaró értékek hiánya miatt. Tehát volt alkalmam néhány hónapja Nyugat-Európában körbejárni, és nagyon szomorú látni, hogy nem csak az, hogy a templomokban ruhabolt van, vagy pénzváltó, hanem mindent szabad, pedig nem mindent érdemes. A Hieroteosz Egyesületnek mintegy 100 tagja, és további mintegy 100 partnere van, többek között önkormányzatok és más szervezetek.